A férfi élete egy idő után életközepi válságok laza sorozatává válik. Egy baj van a midlife crisis-szal, az életközepi válsággal, hogy az elején nem tudjuk, hogy egészen pontosan hol van a vége, mit kell elosztani kettővel, hogy egyetlen életközepi válsággal lehozhassuk az egészet. Itt van a híres 27-es klub, ugye Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, szóval ők 27 évesen haltak meg, és eszerint nekik 13,5 évesen kellett volna tartaniuk már egy életközepi válságot. De hát ők se tudhatták, hogy mit hoz a jövő, úgyhogy biztosra kell menni, mert 30 évesen elkezdtem az életközepi válságokat. Vettem egy kis piros kabriót, aztán folytattam 35 évesen egy 60-as évekbeli amerikai izomautóval. Aztán rá nem is tudom, 3-4-5 évvel kezdődött a motorozás. Aztán ahogy az ember megérkezik 50 tájára, nem tehet mást, vesz egy Harley Davidsont. ...850-es az alapjárat, és én már igazából ott tartok, hogy már gyakorlatilag nincs hova, úgyhogy kihasználtam az alkalmat, és kölcsönkértem tesztre egy e-mountain bike-ot, tehát egy elektromos rásegítési mountain bike-ot, egy Kelly Stygon 70-est, 1.200.000 forint, hát ki tudja, mit hoz az életközepi válság. Vannak azért józan paraszti észre is belátható nehézségeink, ha egy teremgarázsban lakik az autónk. És hát van hozzá egy 20 kiló körüli mountain bike-unk, tehát duplán nem fogjuk felrakni a tetőcsomagtartóra. Basszus! Ofa! A lányom is most múlt 20 kiló, őt is egyre nehezebben emelgetem. Heavy Tools Winner 1990, nem tudom, 5-6-7-8. Ez volt az első az országban. Van egy kis közelharc jellege a kivételnek. Lehet, hogy ezért használom viszonylag ritkán. Hát tudjuk, mi van egy tárolóban. A tárolóban az ember tárol dolgokat. Szaksajtót is olvastam, úgy hívták, emlékszem, mountain bike action, minden hónapban megnéztem, milyen új fékmerevítők jöttek ki. Mindig ilyen hangos volt a fékem. Azt is, egy autó nem nyíg ennyire. A bringa még mindig hibátlan, de valami oka csak van, hogy már nem járok mountain bike-olni. A Kelly's Bicycles 1991-ben alapította egy szlovák testvérpár, Péter és Brano Divinec, és gondolom, hogy az lehetett a koncepciójuk, hogy hiába volt a klasszikus garázscég, tehát effektíve tényleg egy szlovák garázsból indultak, de már az elején tisztázták, hogy minőséget fognak gyártani, és pénzért fogják árulni, és az annyira bejött, hogy mára a kategóriában piacvezető, nagyon sok országban a legnépszerűbb minőségi mountain bike, illetve kerékpár, és ma már 35 országba exportálnak, többek között, hát nyilván ide a szomszédba, Magyarországra is. Amikor újságoltam hasonszörű pajtikáimnak az életközepi válság különböző stádiumaiban, hogy tesztelni fogok egy ilyen e-mountain bike-ot, a leggyakoribb kérdés az volt, hogy megy-e, ha nem tekerem. Elmondom, nem, de nem is kell, hát hiszen ha valaki nem akar tekerni, az motorozzon, vagy maradjon otthon. Szóval ez így tökéletes. Az a lényeg, hogy legalábbis konkrétan ez a Shimano E8000-es, ez ugye egyfelől 70 Nm-rel tud megtolni, max, hogy bele kell raknod az önrészedet, és akkor amellé ő még tud rakni 300%-ot. Mert most emelkedünk. Ó, Istenem! Ó, ezt mindenkire ki kéne próbálni. Figyelj, ez egyszerűen csodálatos, hogy mindig nézed a Tour de France-t, vagy bármi, ami megy az Eurosporton, és ugye a biciklisek szép helyeken mennek,
és hogy mennek, mint az állat. És hogy milyen érzés lehet így menni, mint az állat, tele epóval, növekedési hormonnal, én nem tudom mivel. Ezen a ponton jegyezném meg, lehet, hogy könnyelműség volt berakatni azt a 100 literes gáztartályt. Igen, ezt a rolót kéne valahogy. Ugye? Kicsit ilyen ratyinak tűnik, de azért óriási áldás, hogyha biciklizés közben mondjuk fölfelé, vagy lefelé, vagy városban állítanánk, nem kell leszállni és a gyors zárral motoszkálni, hanem csak simán utána állítjuk magunknak. A mountain bike gyártás még az én fénykoromban, a 90-es években is úgy zajlott, hogy összelegoztak egy csomó különböző alkatrészt. Szereltek rá Shimano alkatrészeket, a vázat, például a karbon vázat, azonban a Kellis saját maga gyártja, és hát van egy csomó alkatrész, amivel én már nem is nagyon vagyok tisztában, hogy kiszerezte honnan, hidraulikus fékek vannak rajta, hát nyilván tárcsafék, de szerencsére nem az a diszkontáruházas alsópolcos 120 ezeres tárcsafékes mountain bike világ, hanem ilyen rendes, acélosabb tárcsafék. Hegyet mászni sose volt még ilyen könnyű, igazából Klein Dávidnak egy ilyennek kéne nekirugaszkodni az Everestnek. Trailmód aztán hadd szóljon a K2, akkor nem jön rá a vékony fosás. Na mindegy, azt akartam mondani nekem, ami még nagyon tetszik, ez a 29-es kerék. Ez így jó, hogy az ember megy a mezőn, így tökön passzuljon, és hát nem esünk orra olyan dolgokban, amikben azért 26-as kerékkel könnyen orra esnénk. 36 mm-es átmérőjű teleszkóp van elő, az mihez tartás véget, az én 300 kilós Harley-mban 43 mm-es, tehát igazából meglehetősen közel van. Szóval mindenféle alkatrészből összelegózzák, és aztán jönnek a Shimanók. Itt a Shimano hajtóegysége látható, amit E8000-nek neveztek, hát a japánok. A japánok nem mindig tudják jól elnevezni a dolgokat, egy amerikai hajtóegység az nyilván valami, mint a Triton V8, valami hasonlót adna. Minden esetre az E8000-ről azt kell tudni, hogy ebben a konfigurációban 70 Nm nyomatékot ad hozzánk, és a mi teljesítményünket meg háromszorozza akár, és a 70 Nm-ről azt kell még tudni, hogy az én 1750 km-es Harley Davidsonom, ami állítólag nyomatékos, 145 Nm tud, tehát alig a dupláját, felfoghatatlan. Az az ultra durva, eléggé fölváltasz, ez az automata ülésmagasítóval fölmagasítod magad, és akkor azt mondja, hogy Eco Boost, Trail és Boost, és olyan, mint a megbokrosodna. Figyelj! Jaj, segítség, és közben egy olyan meredekkel megyek föl, hogy rendesen a hanyattes és réme. Hopp! És fönn vagyok magamtól az életben, nem jöttem volna föl. Na jó, hát akkor menjünk le. Figyelj, ez leírhatatlan, ez túlzás. Ezt igazából ellenzem. Szóval, ha érdekelt, hogy mit élnek hát a csalók a Tour de France-on a csalóbicikliükkel, nyilván ekkora tolást nem, de valami ilyesmit nagyon kicsiben. Hát basszus, csak gyorsan vissza kell venni Ekóba, mert tényleg olyan, mint ami megbokrosodott. Ekó, persze. Ja, és a lejtőn villámgyorsan ki kell kapcsolni az egészet a francba, mert felelőtlen tempókhoz vezethet. Körülbelül 20 kiló, és hát egyfelől azért, mert a teleszkópos biciklik a rugózás miatt mindig nehezebbek, ebben viszont nagyon nehéz kibogarászni az alkatrészek súlyadatát,
Ugye a Shimano hajtóegység olyan 2,7 kg, az akkupak pedig, ami itt van, ez egy integrált akkumulátoros kerékpár, ugye ettől merevebb tud lenni az egész, és hát sokkal biztonságosabban jövünk levele egy vízmosásban. Sokszor így megyek, és mondom, kikapcsolom, azért nem kell nekem mindig állandóan ez az eco mód, ez a kis tolás, és akkor rájövök, hogy ki van kapcsolva. Valójában már ilyen könnyen biciklizek, ennyire megy. Egy cyborg vagyok, egy mutáns vagyok, egy szuperhős vagyok.